Sziasztok srácok! Rostár Zolinak a videóját, amiben az elején a rólam szóló részt, azt valamilyen szinten kiveséztem, azt nem néztem végig, erre fölhívták a figyelmemet többen, és teljes joggal. Tehát amikor valakit így intellektuálisan vagy bibliailag félig agyonverünk, ez egy nem korrekt dolog, tehát akkor illendő ezt befejezni, ezt a dolgot, és megadni az illetőnek a kegyelem döfést, ezt a Rostás Zolinak a kvázi kivégzését, ezt most, mint hamis, Rostás Zolinak, mint hamis tanítónak a kivégzését értem, ezt most már kimerem jelenteni. Ezt idáig így nem mertem kijelenteni, de megnéztem ugyanennek a videónak a végét, ahol konkrétan egy kérdésre válaszolva a Bibliát kvázi magyarázza, és most már ezt így kimerem jelenteni, hogy ez egy konkrét hamis tanítás volt, és mint ilyen értelemben sajnos ez most már így kijelenthető, hogy a Rostár Zoli ez egy hamis tanító. Nyilván az ember nem könnyű szívvel jelent ki egy ilyesmit, különösen egy olyan emberrel kapcsolatban, aki egyébként a Rostár Zoli szavaival egy értékes ember volna, vagy lenne, ugye, ahogy ő is nagyon gyorsan hozzátette. Jó, hát akkor hallgassuk azért, sajnálatos módon nem tudom úgy megoldani, tehát ő sokkal hangosabban fog beszélni, mint hogy általában ez így is van, de így a mikrofonon keresztül is, vagy a ketyerén felvételen keresztül is hangosabban fog szólni, mint én. Ezt nem nagyon tudok mit csinálni, kísérleteztem ezzel, technológiailag nem vagyok erre rákészülve, úgyhogy nézzétek ezt el nekem. Sajnos elég sok hülyeséget mond, úgyhogy nagyon gyakran meg kell állítanom, és akkor majd én fogok ugye erre reflektálni. Mert reménykedjünk, hogy valamilyen szinten azért fogyasztható lesz. Oké, hát akkor játszom lefelé, azt ide le kell vennem, mert így lehet csak lehet. Ide lehet a kommentek közé rakni, a nem létező kommentek helyez ide lehet rakni, úgyhogy ez így teljesen rendben lesz. Oké. Ki ez az Isten, és biztos vagyok benne, hogy meg fogja mutatni a választ. Következő kérdés. Józsué 10:12-13-ban Józsué megállítja a napot a modern tudomány heliocentrikus világképe szerint. Ez értelmetlen, hiszen nem a nap jár körbe a Földön, hanem a Föld forog a saját tengelye körül. Nagyon messze mentél ezzel a kérdéssel már. Értitek? Tehát itt van egy a Biblia magyarázására önmagát feljogosító ember, és föltesznek neki egy teljesen őszinte és jogos kérdést. Ugye? Egy teljes joggal. Ez egy fogós kérdés, akárhogy is veszük, és ez egy fogós és jogos kérdés. Mi a válasz? Egy jó nagy levegővétel, és hogy nagyon messzire mentél, térje meg, banyek. Tehát most itt parafrazeálok, értek, kicsit ráteszek egy lapáttal, de ez, hogy nagyon messzire mentél. Miért ment messzire? Nem lehet egy kérdést föltenni? Mi az, hogy nagyon messzire mentél? Milyen baromság ez? Mi ez, hogy nagyon messzire mentél? Egy teljesen korrekt és jogos kérdést tesz föl. Nagyon messzire mentél. Gyerekek, ez mi? Ez mi? Ez nevezi magát biblia tanítónak, meg biblia magyarázónak? Nagyon messzire mentél. Jézus mikor mondott ilyet akárkinek, aki őt megkérdezte? Még a kekec, hogy hívjákoknak sem mondott ilyet. Nagyon messzire mentél. Ugye? Nem mondott ilyet, hanem konkrétan korrektül megválaszolta. Leégette őket meg minden, de nem így kezdte, hogy nagyon messzire mentél, hanem először megcáfolta korrektül, úgyhogy nem tudtak belekötni, majd utána azt mondta, hogy Volt olyan, ahol először azt mondta, hogy azért tévejektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek az erejét. Ugye? De ott akkor bebizonyította utána korrektül. Ugye? A Biblia alapján, a Bibliával bebizonyította. Ráadásul úgy bizonyította be, hogy én korlátozott eszköztárat használt, ugye úgymond, hogy a saját keretrendszerükön belül maradhassanak, tehát hogy még onnan se kelljen ezeknek kilépni, ugye? Hát itt ennek nyomát se látjuk. Nagyon messzire mentél. Na jó, hallgassuk tovább ezt az agymenést. Már lapos gömbölyű földeket sorolunk. Tudom, hogy... Már lapos gömbölyű földeket sorolunk. Mi van? Ez mi? Nem csak viccelek a témával, de ez ennél jóval egyszerűbb ez a kérdés. Tehát ennél jóval egyszerűbb a kérdés. Na hát kíváncsian, hogy hívják. Tehát ez ennél jóval egyszerűbb kérdés. Oké, hallgassuk. Idő az ment tovább a Földön. Tehát az idő ment tovább a Földön. Ez azért nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a Zoli itt megállapítja, mert hogyha ezt itt nem mondta volna, akkor nyilvánvalóan az se történt volna meg a Bibliában, hogy a nép akkor megverte az egész, hogy hívják ott. És ugye azért állította meg Józsué a napot, meg a holdat,
hogy a nap és a hold megálljon nyilvánvalóan, és azért, hogy világos maradjon, és az idő megállása nélkül világosban, az idő előre haladtával, de világosban tudják folytatni az ellenségeknek a lemészárlását. Tehát ez erről szólt. Ez volt a cél, ahogy ezt a Biblia írja is. De tudjátok mit? Lehet, hogy felolvasom. Lehet, hogy egyszerűbb, hogyha felolvasom ami itt van. Azt mondja, hogy lássuk csak. Most akkor lehet, hogy a búrámat arrább kell rakni a másik szöveg mező fölé, hogy látszóna, és nyilván az izét fogom felolvasni, a Károlit, nem az angolt, meg semmi mást. Most a rendszerelő források egy kicsit le vannak, hogy hívják, úgyhogy ezért elnézésteket kérem, megvan. Ja, ez a Pál apostol féle történet. Így van. De azt mondja, akkor szólt Józsué az Úrnak azon a napon. Nagyon érdekes, látjátok, azt mondja, hogy szólt a Józsué az Úrnak. Azt mondja, hogy az Úrnak szólt Józsué azon a napon, amelyen odavetette az Úr az emorost Izrael fiai elé, ezt mondotta vala pedig Izrael szemei előtt. Tehát az is benne lehet a pakli, hogy először az Úrnak szólt, és utána pedig az Izraelnek a szemei előtt mondott valami mást, nem tudom. Tehát az, hogy úgy így folytatta, de az a lényeg, hogy ezt így, hogy azt mondta az Úrnak, és ezt mondta az Izrael szemei előtt, állj meg nap Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében. És megállt a nap, írja az írás, írja a Biblia, tehát az a nap, ugyebár arról a napról van szó, amiről a teremtéskönyvben leírja a mindenható Isten, hogy beletette abba a búrába, ami a vizeket választotta el a vizektől. És ugyanaz a nap, amiről később azt mondja, pontosabban ugyanarról az égről, ugyanaz égbe rakta bele, amiről később azt mondja, hogy a napnak csinált bennük sátort, sátrat. És az az ég, amelyről azt írja a Biblia, hogy úgy össze lesz hajtogatva, mint egy sátor, de jelenleg olyan, mint egy acéltükör, vagy egy tükör, egy kifényesített tükör, kifeszített tükör. Azt is írja máshogy, kifeszítette, mint egy sátra. Tehát ebbe tette bele a mindenható, ahogy hívják ott, a napot, ezt írja a teremtés könyve legalábbis, és ezt a napot állította meg itt Józsué, és azt mondja, hogy megállt a nap. Pontosabban nem mondja azt, hogy Józsué megállította, hanem így szólt a napnak, a nap pedig megállt. És azt mondja, hogy megállt a nap, nem a föld állt meg, nem a földforgása állt meg, nem az idő állt meg, nyilvánvalóan, hogy azról is nagyon helyesen elmondja, nem az idő állt meg, ezt onnan is lehet tudni, hogyha megállt volna az idő, akkor nem tudta volna a nép úgymond leverni a hogy hívják ott. Tehát nem az idő állt meg, hanem a nap. És megállt a nap, és vesztegelt a hold is, amíg bosszút állt a nép az ő ellenségén. Avagy nincsen ez megírva a Jásár könyvben. Én nem olyan régen, nem tudom, hogy végighallgattam, mert teljesen elég hosszú valami. Nem tudom, hogy az eredeti, nem tudom, hogy mi. Nem néztem ennek utána őszintén, hogy ez most az etió Bibliában maradt fönn, vagy hol. Ezen az etióp nyelven. De nem ez a lényeg most. De így. Tehát innen is látszik, hogy van olyan, hogy a Biblián kívüli, úgymond ahogy hívják, az úgynevezett kánonon kívüli könyvek is, akkor még, és aztán később is nyilvánvalóan, hogy az Énok könyvre is hivatkozik valamelyik apostol. Tehát kánonon kívüli könyvek is a szent írásoknak a részét képezték korábban. Ugyebár, mert ezzel kapcsolatban is ilyen, hogy mondjam, nagy hangon megnyilatkozott az arostázuli korábban. Avagy nincsen így, ez megírva Jásár könyvében, és megállt a nap az égnek közepén, és nem sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig. Pillanat csak megnézem, hogy repülőgép üzemmódba raktam-e azért vagy sem. Azt mondja, hogy így, ez most jó. Oké. Jól van. Azt mondja, hogy, és megállt a nap az égnek a közepén, és nem sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig. Tehát még egyszer, megállt a nap az égnek a közepén. Tehát azt mondja, az égnek a közepén megállt a nap. Jó? Tehát nem a földnek a forgása állt meg, vagy akár meg nem az idő állt meg, meg nem az örökké valóság lépett be, hanem megállt a nap az égnek a közepén, és nem siet, az égnek a közepén állt meg a nap, és nem sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig. Ezt csak azért olvasom így föl többször, hogy átmenjen, hát ha átmegy azoknál, akik kézé, mert amikor hazugságot beszélnek olyan emberek, akik magukat keresztényeknek vallják, meg bibliahívőnek vallják, az mindig sajnos ez a helyzet, az mindig sötét szellemi erőket invokál, szabadít föl, vonz oda, és aki ilyeneket hallgat, aki hazugságra hallgat, úgymond, az és ezt úgy, hogy nincsen fölvértezve ez ellen, és nyitott rá, az szükségszerűen igézet alá kerül.
ennek a sötét erőnek a hatása alá kerül, ezért ma olvasom föl magát az Isten igéjét, a beszédét, ami az igazság. És nem magyar, igyekszem nem félre magyarázni, hanem azt mondani, hogy ez itt az, amit ír. Ez azt jelenti, amit jelent. És nem volt olyan nap, mint ez, nem annak előtte, sem annak előtte, sem annak utána, hogy ember szavának engedett volna az Úr, mert az Úr hadakozott Izraelért. Itt valószínűleg arra gondol, itt vagy az azt jelenti, hogy így, hogy a napnak parancsolt, és így ezt a maga a teremtő ezt kvázi érvényesítette, végrehajtotta. Mert olyan volt korábban is, hogy ember szavának engedett kvázi úgy, de úgy, hogy ahhoz ő hozzá imádkozott. Például, amikor Mózes ugye könyörgött Izraelért, hogy ne nyírt ki ezt az egész brigádot most itt egy szempillantásban, ha egy mód van rá. Amikor Ábrahám még korábban ugye könyörgött, hogy ne nyírjon ki mindenkit az egész várost, akkor, hogyha csak végül is csak 10 ember találott az Úrnak a küldöttje, aki maga az Úr volt, nagyon úgy fest, hogy az maga a preeminens Krisztus volt, vagy preegzisztens Krisztus, elnézést, ugye a teológiai kifejezéssel élve. Lényeg a lényeg, hogy itt valószínűleg arról van szó, hogy a napnak közvetlenül szólt, és maga a teremtő viszont ezt ott azonnal akkor úgymond megállított a napot, ami valószínűleg, amennyire én ezt értem és megértem, egy mágneses pályán kering a Föld többé-kevésbé sík felszíne fölött. Igen. Jó. Mert az Úr hadakozott Izraelért, és ezután visszatért Józsué és vele az egész Izrael a táborba, Gilgálba. Ugye, hát előtte ugye volt egy jópofa ilyen jégeső, ugye, és hogy azt írja az írás, hogy több ember halt meg a jégesőnek a kövei miatt, mint ahogy hívják, tehát itt kövekről van szó, meg jégesőkről. Ugye, itt is, utána az öt király elfutott, elrejtőztek el Makkedában, a barlangban, és akkor megtaláltatott az öt király, és akkor hengergesetek nagykövet a barlang szerint, és rendjétek melléférjük, hogy őrizzék őket, tehát ez nagyon hasonlít a sír történetre, Jézus sírja ebből a szempontból, ti pedig meg ne álljatok. Igen. És akkor utána jött ez, hogy nyissátok fel a barlang száját, és hozzátok közem, kihozták, stb. És akkor így befejezni, ne féljetek meg, ne rejtén, legyetek bátrak és erősek, mert egyébként cselekszik azon mindenségetekkel, akik ellen ti hadakoztok. Azután megverte őket József, megölte őket, és felakasztott őket öt fára, és felakasztva maradtak a fákon mind estig. Lehet pedig a nap lementének idején barancsoló, és levették őket a fákhoz, behányták őket a barlangba, mert elbújtak, és nagy köveket raktak a barlang száj elő mind a mai napig. Na most, tehát itt lehet látni, hogy ez egy olyan történet, ahol teljesen azzal az igénnyel lép föl ennek a történetnek a lejegyzője, hogy ami itt elhangzik, az minden szó szerint értendő. Nincsen semmiféle átvitt értelem, nincsen semmiféle fajta, hogy mondjam, bonyolult történet, nincsen semmi fajta olyas valami, hogy különösebb ilyen teológiai szótár kellene, vagy valami Isten embere, vagy Isten szolgája, hogy ezt megmagyarázza. Ez így, ahogy van, ez van ide írva, ez ennyi. Jó? Akkor menjünk vissza, és hallgassuk ezt, hogy mit mond nekünk Rostrán Zoli, az írások hű magyarázója. Abban az adott helyzetben és abban az adott pillanatban mi történt? Nem Józsué állította meg az időt, hanem eleve az Isten Józsué erre képtelen volt. Hát nem Józsué állította meg az időt, tehát az idő eleve nem állt meg, jó, de ezt tekintsünk el ettől, tehát jó, persze, nem Józsué állította meg a napot sem, mert ugye azt mondja, hogy Isten engedett embernek a szavának. Tehát Józsué szólt, parancsolt a napnak, meg a holdnak, a hold megállt, a nap is megállt, és az égnek a közepén állt meg a nap, ezt írja a Biblia, és utána írja, hogy maga nem volt még egyszer így ilyen, hogy az ember szavának engedett volna Isten. Jó? Mi történt? Abban a pillanatban, amíg, ugye is itt nem megállításról van, nem idő megállításról van véleményem szó, véleményem szerint szó, mert látom, hogy ezután olyan tudományos dolgokat indít el, amit utána csak veszekedés lesz belőle, hanem véleményem szerint ott nem történt semmi más, mint az, hogy az örökkévaló Isten a jelenlétével leszállt, és tulajdonképpen ahol ő megjelent, ott az örökkévalóság megindult. Amikor, ne felejtsék el, amikor... Jó, ne felejtsük el, majd azt meghallgatjuk utána, amit ne felejtsünk el. Itt azt mondja, hogy az örökkévaló Isten leszállt, és ahol ott megjelent, ahol ő megjelent, ott az örökkévalóság megindult. Ez egy nagyon érdekes, nagyon-nagyon érdekes felvetés. Nagyon érdemes elgondolkodni rajta, és elképzelni, hogy ez vajon hogyan történik, és hogy vajon mi ennek az alapja. De mielőtt ezt megtennénk,
tegyük föl magunkba, nézzünk magunkba, és nézzünk az írásba, és tegyük föl ezt a nagyon egyszerű kérdést, hogy mi a túró köze van ennek ahhoz, hogy az írás azt mondja, hogy Józsué megállította a napot, és a nap nem sietett, vesztegelt a nap, és nem sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig, mert megállt az égnek a közepén. Mi a nyavaja, korság köze van ennek ahhoz, hogy Isten ott leszállt, és megjelent, és hogy ahol ő megjelenik, ott az örökkévalóság beindul. Mi a nyavaja, korság? Ez a kettő, ez köze nincs a kettőnek egymáshoz. Mózes fölment a hegyre, akkor az csak a népnek tűnt hosszúnak, hogy ma 30 napja fönn van. Az basszus kulcs, ettől már az eszem dobom el, komolyan mondom. Tehát azt mondja, hogy a népnek tűnt csak hosszúnak, amikor Mózes fölment a hegyre. Hát nem konkrétan basszus kulcs, már olyan hosszan volt fönt, hogy azt mondták ezek az izék odalent, Áronnak, hogy ez a férfi, aki felhozott bennünket Egyiptomból, ez a Mózes, nem tudjuk, hogy mi lett vele. Mert ezeknek meg volt tiltva, ugye, hogy fölmenjenek, ott az egész hegy az meg rengett, meg égett a hegynek a tetején, meg füst szállt föl onnan, meg én nem tudom micsoda, és Mózes fönn volt, és 40 napig, és ugye Áron nem vitatkozott arra, hogy mit izértek, hűltök már, álljatok már le, 5 perce van föl, banyek, mit kell nektek itt aranyborjú, meg minden. Egy túrót, és nem 30 napig volt fönt, ha jól emlékszem, hanem 40 napig, több is stimmel, és utána, amikor lejött, akkor hozzájuk, vagy lecseszte a földre Mózes izét, a nyelfenét, a kőtáblákat, amiket maga Isten vágott ki, és Isten az ő saját ujjával írta rá a 10 parancsolatot, ledobta a földre, rapityára törte, utána még gyorsan összetörte az aranyborjút, és izé, megitatta velük, belekeverte vízbe, megitatta velük, és utána az úr rászólt, hogy most akkor vágjál, légy szíves, még az két ugyanolyan izét, kőtáblát, amit összetörtél, most már úgy volt vele, hogy a projektnek a nehezebbik részét, úgymond, azt most már csináljad meg te, mert nem mondtam neked, hogy vágd a földhöz, ugye? És akkor szépen Mózesnek lehetett kőfaragni, utána azt kellett főcüggölnie a hegy tetejére, de és akkor ott Isten megint ráért a saját kezével, miután látta, hogy Mózes hűségesen kivágta. Érdekes, nekem nagyon úgy fest, hogy ez egy ilyen bünti volt valahol, hogy figyelj, állítsad már le magadat. Nekem ez a benyomásom, hogy én nem szerettem volna, hogyha azokat te összetörjed. Úgyhogy, de olyan fontosnak tartotta. Na mindegy, csak annyit szerintem, tehát összességében ez egy összességben nem az, hogy 30 nap volt, hanem összességben 80. Most az, hogy ez a kettő 10 parancsolat átvétel között Mózes táplálkozott-e vagy sem, azt nem tudom. De akárhogy is van, összességében ez egy 2x40 napos böjt volt. És nem csak, hogy na mindegy, szóval ennyi. És az nem az izrael fiának tűnt soknak, vagy semminek, vagy kevésnek, hanem az 40 konkrét nap volt először is, és 40 konkrét nap volt másodszor is. Jó? De mondom, javítsatok ki, hogyha rosszul emlékszem. Tehát az 40 konkrét nap volt. És nem, az nem az volt, hogy ott megjelent az örökké valóság, meg én nem tudom micsoda. Hát azért építették az aranyborjút, basszus kulcs. Ez elképesztő, hogy bármit ki lehet már most már magyarázni. Hogy van ez? Komolyan mondom. Nem, érted? Hát ez itt a probléma, gyerekek. Látjátok, pontosan a Rostán Zoli az egy egészen kiváló úgymond példája annak, hogyha nem vagyunk konzekvensek az írásokhoz való szoros ragaszkodásban, már a legelső, hogy mondjam, mondatoknál, ami a Bibliában szerepel, akkor később sem leszünk azok, és ezzel az erővel most már Rostán Zoli ezek után egészen nyugodtan mondhatja azt, hogy Jézus Krisztus nem is halt meg igazából, hanem ott csak megállt az idő, és egy ilyen kollektív közös élményt láttak azok az emberek, akik ott voltak a kereszt körül, és itt igazából nem is halt meg Jézus. És minden további nélkül ugyanezen a logikának a mentén mondhat most már ilyet. Tehát igazából nem az történt, ami a Bibliában le van írva, hanem majd én megmagyarázom, hogy igazából az hogyan történt. Értitek, hogy elképesztő. Mózes nem evett, nem ivott, tehát Mózesnek ez nem tűnt hosszúnak. Miért? Mert ahol az Isten megjelent, ott nem az idő alatt vannak az emberek, hanem az Isten jelenlétéből adódóan ott megszűnik az idő, és bejön az örökkévalóság. Én ezt megmondom őszintén, nem tudom, hogy honnan szedi. Ezt tudom, hogy ezt a dolgot nem a Rostán Zoli találta ki. Ezt hallottam nagyon sokszor én is másoktól, meg minden, hogy ahol Isten megjelenik, ott megszűnik az idő, meg én nem tudom micsoda. Ugye sok ilyen paranormális jelenségről hallottam én is, hogy amikor berepült fel a Bermuda háromszögben, meg mit tudom, és akkor megállt az órája, meg mit tudom én. Nem tudom ezeket leellenőrizni, meg minden, de egy dolgot szeretnék mondani a Bibliából, nem lehet alátámasztani ezt a dolgot, hogy örökké valóság. Az kifejezés, hogy örökké való, ez abból ered, hogy van ez az úgynevezett tetragrammaton, tehát az Istennek ez a négy betűből álló ilyen neve, amit úgymond ugye leggyakrabban úgymond Jehovának transliterálnak kvázi, a Jehova,
sokszor mondják azt is, hogy Jahve, ugye, aztán ugye mondják sokan azt, hogy Jahua, ugye van, aki azt tartja, hogy ez igazából a Jahava, ami azt jelenti, hogy Isten szeretet. Ez nagyon-nagyon érdekes, ez nekem nagyon tetszik, de ez önmagában nem ok arra, hogy ez feltétlenül helyes legyen önmagában. És vannak ugye, egyszer például a Grül TV-t hallottam valamiféle nyári táborban azt mondani, hogy ez igazából Iaue. Tehát úgy ejtették ki ezt annak idején, és ugye ez volt az, amit ugye nem és azért nem tudjuk pontosan, hogy honnan ejtették ki, mert hogy a főpap egyszer ejtette ki elvileg, legalábbis nyilván valamikor az egyik főpapnak el kellett a másik főpapnak mondani valamiféle módon, hogy igazából azt ugyan kell kiejteni, mert nem ugyanaz volt a főpap mindig, és ezért nekem sanda gyanúm az, hogy ezt úgy oldhatták meg, hogy legalább három ember, három ilyen főpap, tehát az egy, a soros főpap, a backup főpap, meg még egy harmadik, az folyamatosan mindegyik tudja minimum azt, hogy hogyan kell kiejteni ezt a nevet, de a lényeg, hogy ez a név, ez a tetragrammaton, ezt úgy szokták, akik értenek a héberhez jobban, azok azt szokták mondani, hogy ez valami olyasmit jelent, hogy vagyok, aki vagyok, vagyok, aki voltam, vagyok, aki leszek, aki voltam, stb. Tehát ez már pontosan, itt már ez a név azt mondja, hogy a vagyok küldött engem. És ez rengetegféleképpen konceptualizál, de nagyon sokféleképpen úgymond megközelítik, és megpróbálják úgymond értelmezni ezt az emberek. Van egy nagyon sokféle magyarázata ennek, van olyan, aki azt mondja, hogy ez annyit jelent, hogy változatlan, vagy változhatatlan, aki nem tud megváltozni, mert az ember nem, az Isten nem ember, ugye, hogy megváltozzon, vagy hogy megbánja, vagy ilyesmi. Ez is egy érdekes, egy komplett, több részes sorozatot lehetne ebből csinálni, hogy Isten most tényleg nem, soha nem változtatja meg a véleményét, vagy hogy is van ez. Az eleve rendelés tanáról nem is beszélve, de most nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy hogy örökkévaló, ez innen jön. De értsétek meg, hogy ebben az eredeti névben ez nincsen benne, hogy örökkévaló. Ez azt jelenti, hogy vagyok. Ez ennyit jelent, se többet, se kevesebbet, ez az, amit konkrétan jelent, aztán, hogy most hogyan bontjuk ezt ki, az egy másik történet. Elképzelhető, hogy jelenti ezt, hogy leszek, aki vagyok, vagy ennek valamiféle rövidítése, vagy leszek, aki voltam, vagy vagyok, aki voltam, akárhogy vesszük, de ez, hogy az Istennek a neve az örökkévaló, ez nyilván magától értetődik, hogy Isten olyan, mint örökkévaló, tehát, hogy ő nem szűnik meg, nyilvánvalóan, mint hogy egyikünk sem szűnik meg elvileg, de ettől még mi nem vagyunk vagyokok, ugyebár. De ebből a névből lett ez a dolog levezetve, vagy örökkévaló, ugye? Csak ezt szeretném eloszlatni, ezt azért. Tehát Istennek nem neve az, hogy örökkévaló, hanem ezt, úgymond talán a rabinikus judaizmus nevezte el Istent így, hogy örökkévaló. Ami a izét illeti, az örökké valóságot illeti, az megint nincsen így konkrétan benne a Bibliában, ebben a formában, olyan vannak benne, hogy korszakokon át uralkodó, az öregkorú, ilyen is van. Ez is már érdekes, hogy az öregkorú. Tehát mitől lett öreg? Mert lehet, hogy pont az ilyen hülyeségektől, mint amiért a Rozsdás Zoli is mond. Mert ezzel bele lehet őszülni. Ő maga is beleőszült, én is őszülök bele. Nyilván csak ezért is nem szeretnék sokáig ezekkel foglalkozni, meg minden, csak ugye most, ugye, ha már belementünk, meg ő is ugyan szájára vett engem, úgymond, elég jellemítélhető módon, ugye ő is ezt mondja, hogy névvel szájára vesz másokat, ugyebár, és akkor érted, és akkor ő megcsinálja ugyanezt. És akkor ugyanerre lehetne azt is mondani, hogy egy becsmérléset, érted? Semmiféle bizonyítékot nem mondott az ügyben, valahol, hogy én másokat becsmérelnék, ugye? Csak ezt így be lehet így mondani, lazán, hogy én becsmérlek másokat. A lényeg, hogy örökké valóságtana nem vezethető le a Bibliából. Tudom, hogy a Jelenések könyvében van egy ilyen passzus, ahol azt mondja, hogy fölemelte az angyal a kezét, és megesküdött a korszakokon át élőre, vagy a, nem is tudom, hogy van, az, hogy idő többet nem lészen, hanem beteljesedik most már mindaz, amik megírattak, stb. Hogyha megnézed ezt az összes többi fordításokban, a fordításoknak, angol, magyar fordítások egyaránt a túlnyomó többsége, azt mondanám, hogy körülbelül
nagyságrendileg a 9/10 azt mondja, hogy nem lesz több haladék, vagy nem lesz már, nincs már több idő, nem lesz már több idő, és a kontextusból nyilvánvaló, ami utána jön, hogy azt mondja, ha nem beteljesedik mindaz, amit ahogy hívják. Tehát magyarul az, hogy a Jelenések könyvben ekkor megszűnik az idő, ez egy hülyeség. Elnézést kérek. Ez egy félreértésen alapszik. Nem arról van szó ott, hogy megszűnik az idő, hogy nem lesz már többé idő, idő többé nem lészen, úgy mondta, hogy a Károli mondja, hanem hogy nem, nincs már több idő, lejárt az idő. Nincs már több idő. Ugye? Kifutottunk az időből, nincs több idő, elfogyott az idő, ennyi. Ezt magyarul is mondjuk ugyanígy. De hogyha mondom, megnézitek az összes többi halat, megnézitek a görögöt, ott is teljesen nyilvánvaló ez az egész, megnézitek kontextus, abból is nyilvánvaló, és megnézitek a többi fordításokat, azokból is nyilvánvaló, hogy ez arról szól. Tehát ilyen, hogy a Bibliában ez, hogy a örökké valóság, tehát úgy, hogy az idő nem lesz többé, nem lesz többet idő, ilyen nincsen, akármennyire is elszomorítok bárkit. Tehát így ez ebben a formában nincsen. Valószínűleg az időnek a múlását nem úgy fogjuk érzékelni feltétlenül, különösen azért nem, mert ugye azt mondja, hogy az Új Jeruzsálemben ott nem látott napot, meg nem látott semmiféle világító nyavaját, mert maga a bárány volt annak a világossága. Ugye? És hát mint a nap ugye, mivel ugye a föld felszínen fölött úgymond kvázi kering, ezért, és amikor eltávolodik tőlünk, ugye akkor sötétség borul arra a föld részre, ahol mi vagyunk éppen, emiatt tudjuk mérni így az időt, hogy na, előn este és lőn reggel, ugyebár első nap, második nap, és azóta ez így megy. Kivéve, amikor ilyenek történtek, hogy a Józsué azt parancsolt a napnak, és az Úr pedig engedett egy ember szavának, és megállt a nap, és veszteg lett majdnem egy teljes napig, amíg a nép hosszút állt az ellenségein. Haladjunk tovább. Mert én úgy látom ezt, hogy Józsué, ugye Józsué könyvével Isten akaratát végezték, ezért Isten leszállt és megsegítette őket, és amivel leszállt Isten és megsegítette. Ez mind szép, és tényleg jól hangzik, hogy Isten leszállt és megsegítette őket. Egyetlen egy probléma van, hogy ezt sehol nem mondja maga az írás egyfelől, sehol nem mondja ezt az írás egyfelől, másfelől pedig teljesen irreleváns. Mert az írás azt mondja, hogy megállt a nap, és majd nem sietett lenyugodni majdnem egy teljes napig, és az ég közepén dekkolt. Ezt írja. Hogy most azért már Rosár Zolit kitalál mindenféle izét erre, hogy igazából ez szerinte hogy volt, ezt senkit nem érdekel. Segítette őket, ezért az Isten természetéből adódik, hogy örökké való, ezért ott tulajdonképpen hogy ezt így nagyon nehéz megfogalmazni az idő alatt. Hát igen, ez nagyon nehéz megfogalmazni az idő alatt élő embereknek, tehát én, mint az időn túl lévő Biblia tanító, aki értem az Istennek az örökké való természetét, nagyon nehezen tudom ezt a tudást átadni így most nektek. De elnézést kérek, tehát én nem tudom, tehát a néha rossz ez, hogy leleplezi magát, hogy mekkora, tehát akkora hülyeségeket beszél, hogy elképesztő. De mondja igazán, és lehet, hogy ő maga sem érti, de azért magyarázza. Mint abban a zsidó viccben, hogy megmagyarázni én is tudom, csak érteni nem értem. Ugye? Tehát, édes Istenem. Élő embereknek, de lett arra lehetőségük, hogy a csatát győzedelmesen be tudták fejezni. Ez minden bizonnyal a földön élő akkori embereknek a föld másik teljén észre se vették ezt, ez csak ott. Tehát észre se vették mindezt. Hát igen, valószínűleg akkor nem volt ilyen atomórájuk, vagy ilyesmi, értitek, nem tudom, hogy ez hogy volt, de amikor az van, hogy amikor egy majdnem egy teljes napig a nap megáll ott az égnek a közepén, a nap, nem az egyik nap, nem a 10 napból az egyik, meg nem az egyik, a 2 napból az egyik, mint a Star Wars-ban, meg itt tudom én, hanem az egy darab nap, amit igazából a Biblia maga soha nem említ sehol 2-es számban. Tehát a nap, amikor megáll egy helyben. És majdnem egy teljes napig, most jelentsen ez 12 órát, vagy 24-et, tehát jelentsen mondjuk 11 órát, vagy majdnem egy teljes nap, vagy 23-at, azt nem tudom. De az, hogy majdnem egy teljes napig nem nyugszik le, és egyszerűen fogja magát a nap, és egy helyben áll, azért állítom, hogy ez egy nagyon sok embernek föltűnt. Sőt, hát majdnem biztos, hogy mindenkinek föltűnt. Tehát az embernek van egy bioritmusa például, ugyebár. Tehát, meg amikor tényleg fölnéz az ember, és ugye megszokta azt, hogy a nap az úgy elmászik, közbe teszi a dolgait, mit tudom én, és van az életnek egy ritmusa, mit tudom én, most csak egy egyszerű példát mondok, valaki szánt, és akkor szántja föl a mezőt, meg mit tudom én, és amikor végre tudja, hogy ezt a mezőt, mit tudom én, körülbelül egy fél nap alatt tudom fölszántani mondjuk, és akkor fölszántja, meg mit tudom én, fölnéz az égre, és azt látja, hogy a nap basszus ugyanott van, mint ahol elkezdtem az egészet.
Ugye? Na, én azért élnék a gyanúperrel, hogy ez föltűnt a többieknek. Tudom, hogy az Oli azért mondja, hogy nem, valószínűleg nem tűnt föl senkinek ott, meg mit tudom én, mert ugye neki ezt valahogy ki kell dumálni, ezt, ahogy hívják ott, hogy igazából itt a Biblia azt írja, hogy a nap állt meg. De mondom, tehát ez sehogy sem jön ki, ez a matek sehogy sem jön ki, mert hogyha az idő nem állt meg, és jött egy örökké valóság, akkor beléptek az örökké valóságba az Izraelnek az ellenségei is? Vagy mi a nyavajakorság történt? Hogy sikerült azokat ott mind kiirtani? Azok is beléptek az Isten jelenlétébe? Az örökké valóságba, és az örökké valóságba jól lemészárolták őket? Az Istennek a jelenlétébe? Már elnézést kérek, hát figyeljetek ide, hát azt írja a Biblia, hogyha az Isten leszáll, úgymond. Akkor ott azt mondja, abban a pillanatban megemésztenélek. Hát ott nem, hogy az Izrael ellenségét emésztette volna meg, de az össze, ez a teljes brigádot, a Józsuének a teljes hadseregét megemésztette volna. Nem vagyunk mi abban az állapotban. A tökéletesen, hogy mondjam, hűséges és hibátlan és feltetetlen Dániel is úgy csuklott össze az Úrnak, az angyalának a jelenlétében, mint egy halott. Tehát mi nem vagyunk ez azon a szinten, hogy mi csak úgy érte, az Úr leszáll, és akkor izé. Nem szállt le ott Isten basszus kulcs. Hogy égesőt szóratott rájuk, úgyhogy közben a nap megállt egy helyben. Na. Abban az adott pillanatban, ne felejtsetek, a Isten teremtette ezt a földet, az időt, a nappalt, az éjszakát, az éjszakokat, azt a Biblia soha sehol nem írja azt, hogy Isten teremtett időt. Jó? Tehát azt írja így, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és akkor leírja a föld, hogy nézett ki, stb. Például azt sem írja, hogy vizet teremtett. Azt se tudjuk, hogy a víz honnan van. De pedig érdekes mondom, nem is tudom, talán Péter apostol, hogy melyik írja azt, hogy a vízből és víz által teremtetett a világ. Ugye? Tehát elképzelhető, hogy a víz az alapértelmezett, a teremtésnek úgymond az alapértelmezett, hogy hívják, a közege. Nem az űr, hanem a víz. Simán elképzelhető. Nem tudom. De azt például nem írja, hogy vizet teremtett, csak úgy, ahogy azt sem írja, hogy időt teremtett volna. Ilyet nem ír sehol, teológiai nagyon szépen hangzik, mi a franc, ilyen asztrofizikailag is nagyon szépen hangzik, hogy ilyen van, hogy a téridő, meg ilyen nem tudom micsoda, csak hát éppen ez sehol nem írja a Biblia, de semmi probléma. Nem vált. Elnézést, gondolkodik a rendszer. Isten teremtette ezt a földet, az időt, a nappalt, az éjszakát, az évszakokat, minden vált. Jaj, mi van itt már? Jaj, tudom, persze, pillanat, elnézést, a repülőgép üzemmód, hát nyilván, persze, pillanat. Hogy kell ezt csinálni? Minden váltakozást ő teremtett. Nem neki semmit, itt nem megszűnt az idő, hanem tulajdonképpen az Isten beleavatkozott a szavával a saját teremtésébe. Tehát az idő, hanem tulajdonképpen az Isten beleavatkozott a szavával a saját teremtésébe. Tehát ott azon az adott helyen megvált. Igen, ezt sem mondja sehol a Biblia, hogy Isten beleavatkozott a saját szavával az ő teremtésébe, hanem Józsué avatkozott bele az ő szavával az Isten teremtésébe, ezért is mondja a Biblia azt, hogy soha nem volt ilyen korábban, meg azt talán azóta se, hogy Isten ember szavának engedett volna. Jó. Tehát nagyon érdekes, amikor Pál apostolnak megjelenik Krisztus, akkor Pál apostol, Saul beszél vele, hallja a hangját, stb. A körülötte levők mit láttak? Fényjelenséget láttak. Jó, akkor ezt is nézzük meg. Ezt is nézzük meg, közben lehet, hogy megint repülőgép. Mindegy, hagyjuk. Ezt is nézzük meg, mert ez itt megint egy hülyeség hangzik el konkrétan. Azt mondja, hogy... Azt így lejjebb húzom, és visszamegyek, úgymond, vagy előre megyek tartalmilag, akkor azt mondja, hogy van next book, next chapter. Hol van olyan? Van egy olyan previous, navigate forward, talán ez lesz az. Így van. Na lássuk, akkor azt mondja, hogy mit ír az írás. Azt mondja, hogy és amint méne, mármint Pál apostol, akkor még nem Pál, hanem Saul, Damaszkusz felé, lőn, hogy közelgetett Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fénysugározta őt körül a mennyből, és ő leesve a földre, ugye mindig ezt mondják, hogy ló, leesett a lóról. Hát ez sem írja sehol a Biblia, az is lehet, hogy gyalogment, biciklivel nem tudom, hogy volt-e akkor, de valamiről leesett, de az is lehet, hogy a saját lábáról esett le a földre, úgymond. Tehát lehet, hogy gyalogment könnyedén, lehet, hogy lóval, lehet, hogy szamáron, de mindenféleképpen valamiről, valahonnan leesett, de lehet, hogy egyszerűen csak sétált, leesett
a földre hallott szózatot, amely ezt mondta, Saul, mit kergetsz engem? És azt mondta, kicsoda vagy, uram, az úr pedig azt mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz, nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod. Remegve és ámulva azt mondta, uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az úr pedig azt mondta neki, kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják neked, hogy mit kell cselekedned. Ja. A beleutazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyanazt szót, de senkit sem látva. Tehát lehet, hogy láttak fényjelenséget, de senkit sem láttak. Ugye? Hallva ugyanazt szót, de senkit. Tehát magyarul, amit biztosan tudunk, az az, hogy hallották mindezt. Tehát úgymond a fülük kell, a hallás élményük volt közös Pál apostoléval, nem a látvány élményük volt közös. Ezt csak azért mondom, hogy ez is... Tehát, hogy megint csak. Tehát én is kibázok ugye rendszeresen, és sokszor már a videó vége felé leesik, hogy hú, basszus kulcs, hogy izé. Van, amikor visszanézem, csak akkor tűnik föl. Van, hogy más valaki hívja fel a figyelmemet rá. De alapvetően, amikor mások megnézik, és ugye ezek gondolataikat ilyenkor nyilván érzékelem, és akkor ugye nyilván én is észreveszem, amit hibáztam, értitek? De amikor kérdésre válaszol az ember, kérdések és válaszok, beszélünk róla, interaktív kérdések és válaszok, akkor az ember próbálja már megérzelni, pull your back together, ugyebár. Hát akkor próbálja meg az ember kicsit összeszedni magát szerintem. Értitek? Miért kell ilyen hülyeségeket mondani? Mi más nem láttak. Tehát azért, mert az ott Józsuékkal megtörtént, az nem biztos, hogy a kívülvalókkal is megtörtént. Nem az történt meg velük, de mivel a nap megállt az égnek a közepén, ezért ez mindenki mással megtörtént, mert a Biblia sehol nem mondja azt, hogy van másik nap. Tehát magyarul mindenki másnak lehetett szépen dekkolni és várni, vagy valamit csinálni, az ügyben, hogy egy kétszer olyan hosszú ilyen műszak lett, úgymond, mint ami normális esetben. Ki szoktuk hívni, hogy egy elragadtatott állapotba kerültek. Az elragadtatás alatt ne csak azt értsd, hogy ne csak azt értsd. Igen, tehát elragadtatott állapotba kerültek ők is, meg azok is, akiket lemészároltak, és annyira elragadtatták magukat, mint itt a Rostás Zoli, hogy itt vagdalkoztak össze-vissza, mint hogy a Rostás Zoli is itt vagdalkozza szét az Istennek a beszédét, csak nem úgy, ahogy kellene. Én nem tudom. Én számomra ez a fajta önbizalom, ez egyfelől valahol irigylésre méltó, másfelől viszont egy kicsit ijesztő is, amit itt a Rostás Zoli prezentál. És hogy mit akarok ezzel mondani, hogy valaki kiszáll a testéből és elmegy a mennyekbe, hanem az elragadtatás alatt azt is értem, hogy a földi idő, az idő megáll, mert belép az örökké valóság. Tehát elragadtatni... Igen, az imént mondta pont a Zoli néhány perccel ezelőtt, hogy nem állt meg az idő. Most meg azt mondja, hogy az idő megáll, mert belép az örökké valóság. Tehát gyerekek, ez is legyen, szolgáljon számotokra tanulságból. Amikor az Isten igé, tehát ejszegézést hajtotok végre, tehát magyarul a Bibliába a saját hülyeségeiteket belemagyarázzátok, ennek ez azzal a veszéllyel jár, hogy saját bele fogtok gabajodni a saját baromságotokba, mint ahogy ezt itt pontosan látni lehet. Nem érdemes. Ne csináljátok ezt. Én hogy tudok? Úgyhogy az örökké valóság segített benne nekem. Úgyhogy röviden a kérdésedre ez lenne, illetve ez volt a válaszom. Én most jelen pillanatban nagyon-nagyon úgy látom, hogy nálam legalábbis elfogytak a kérdések, és elmaradt kérdésekből, vagy korábban bejött kérdésekből sem látok többet. Úgyhogy azon kevés adások egyike között vagyunk, amikor pár perccel előbb tudjuk befejezni az adást. Én nagyon-nagyon megköszönöm a kérdéseiteket, a válaszokat. Visszakanyarodva itt még erre a kérdésre, ez a Uzoni Dávid kérdés, lapos föld kérdés, és nem is a Dáviddal szeretném ezt rémélezni. Én arra kérlek benneteket, hogy egy dolgot megtanulhatunk az Isten igéjéből, hogy amennyire rajtunk áll, törekedjünk a békességre. Van olyan dolog, amikor egyszerűen csak annyi jár rajtad, hogy nem válaszolsz. Nem válaszolsz. Igen, ennek a leghatékonyabb módja Rostás Zoli számára az volna, hogy egyáltalán ki se nyissa a száját. Mert akárhányszor a Rostás Zoli kinyitja a száját, abból bármilyen lényeges kérdésben, abból konfliktus lesz. És ezzel önmagában semmilyen probléma nincsen. A kérdés az, hogy jót mond, tehát igazat mond-e vagy sem, és az a dolog, amit ő mond, az úgy ott akkor korrekte, és rendben van-e. Igazából ez a kérdés.
Tehát le lehet erre az egyetlen nagy dologra szűkíteni, hogy igazat mond-e, vagy sem. Ha a Rossz Ezoli igazat mond, akkor, és ez konfliktust generál, csak úgy, ahogy Jézus is rendkívül sokszor konfliktust generált az igazmondásával, Pál apostol is konfliktust generált az igazmondásával, Apollós is konfliktust generált az igazmondásával, sőt, mi több, Istvánt, mint az első kvázi mártír, az így halt meg, hogy ilyen hitvitát folytatott, úgymond, és nem tudtak adekvát választ adni az ő, hogy mondjam, az ő beszédeire, és ezért megölték. Az ez egy elég komoly konfliktus volt. Mit csinált Jézus? Az nem ült, hanem fölállt, amikor István amikor István készült hozzá fölmenni, amikor készült a testét elhagyni. Jézus állva fogadta ezt az embert. Tehát ez a sükkent duma, hogy én a békére törekszem mindig, egyfelől ez nem igaz, mert a Rostás Zoli pontosan, hogy el is mondta most nem olyan régen, valamelyik izében, hogy az ő kollégái, munkatársai csinálnak ilyen snippeteket, ilyen sortokat azokból a kérdésekből, amelyek a ilyen controversial, nem, ennek megfelelő magyar szót használ, tehát az ilyen legnagyobb érdeklődése, meg legnagyobb, hogy hívják rá, számot tartó kérdéseket, így kivágják. Tehát tipikusan olyan kérdéseket vágnak ki, és azokból csinálnak ilyen sortokat, és a Rostás Zoli is több ilyen kérdést érint minden egyes ilyen prédikációjában, ami alkalmas arra, hogy a nyugalmat megzavarja, és konfliktus generáljon. Most erre azt mondani, hogy ő igyekszik elkerülni ezeket a dolgokat, ez úgy, ahogy van, ez hazugság, és ez egy süket duma. Ugyanis nem ezt csinálja, hanem olyan kérdésekben, ahol neki nincsen adekvát válasza, úgymond, vagy ahol amit nem tudna valószínűleg megvédeni, azokban inkább sunyít, ez van. Ugye? És sőt, még volt olyan nagyon-nagyon konkrét kérdés, amin emberéletek múltak, például a vakcina kérdés, amelyek kapcsolatban ő hozzám, vagy velem ellentétben nem mondta ki a frankót nyilvánosan, hogy gyerekek, ezt ne csináljátok. Ugye? A Reisinger tanár úr például ő megmondta, nem így ennyire élesbe, de teljesen félreérthetetlenül elmagyarázta. Tehát most saját magam korrigálnom kell, nem az volt a videóvének címe, hogy a bibliai véleményem, az a bibliai hitem az oltásról, azt hiszem ez volt a címe. Egy nagyon-nagyon korrekt videó volt, amiben ő ezt mondta, és mai napig mélységesen tisztelem őt ezért. Ellenére annak, hogy szerintem a Jelenések könyvét azt úgy, ahogy van, teljesen rosszul értelmezi, az Amerikának a szerepét teljesen rosszul értelmezi, és valószínűleg rosszul is látja. Tehát egyszerűen teljesen kihagyja, úgymond, a szabadkönyvességnek a sátánizmusa összenőtt, úgymond, természetét, és az, hogy az egész Egyesült Államok gyakorlatilag az szabadkönyves alapítású, és a teljes rendszere, az államgépezete úgy, ahogy van a külpolitikája, minden, ezt rendkívül erősen meghatározza ez a körülmény. De lényeg a lényeg, hogy ez a beszéd, ez a szöveg, hogy tehát békességre kell törekedni, és én csak azért nem megyek bele ilyen konfliktusokba, meg mit tudom én, mert annyira fele nagy békességre igyekező ember vagyok. Hát ez pont a Rostás Zoli szájából, ez annyira fals, hogy azon elképesztő. Felelsz meg azokra a vádakra, azokra a felvetésekre, amivel tulajdonképpen ki akarják provokálni belőled a vitát és a veszekedést. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, azt mondja, hogy ami rajtatok áll, ha rajtam csak annyi áll, hogy jobbnak látom, hogy nem felelek meg ezekre, akkor, és én ezzel békességet próbálok tenni, vagy eredményez békességet ez a cselekedet, amikor ezt fogom választani. Úgyhogy én mindenképpen azt javaslom nektek. Én mondom, én ezt nem így látom. Nekem ez a tapasztalatom, hogy akkor, amikor Zoli azt látja, hogy túl meleg a téma, vagy túl meleg lenne, úgymond, mert veszekedést generál. Tehát ami veszekedést generálna, abba az Zoli simán belemegy akkor, amikor úgy gondolja, hogy ő azt meg tudja nyerni, úgymond azt a dolgot, vagy alá tudja támasztani. Akkor nem megy bele, és akkor választja a gúnyolódást az érvek helyett, mint minden valamire való ilyen elkötelezett gömbföldes, hogy hívják, hitvitázó. Amikor nem tudja, nem, vagy azt érzi, vagy azt gondolja, vagy úgy látja, hogy nem tudja adekvát módon, úgymond, az álláspontját megvédeni. Vagy igen, vagy úgy ítéli meg, hogy ez nem is szükséges, mert ez annyira magától értetődik, hogy az egész ez egy hülyeség. És kész. És akkor ugye lehet gúnyolódni meg minden. Hogy ne menjetek bele ezekbe az értelmetlen, soha véget nem érő vitákban. Ráadásul nem visz közelebb az Istenhez benneteket. Tehát lehet látni, hogy Dávidnál ezzel kezdődött, de azt gondolom, hogy ma már...
Jó, megy még. Soha nem véget nem érő vitákba nem menjünk bele. Hát annyit szeretnék mondani, hogy ez azért véget nem érő vita, hogyha ez egyáltalán vita, mert te, drága Zori, letagadod, és megmásítod, és rosszul értelmezed az Istennek az igéjét. Ez ennyire egyszerű. Ha ezt befejeznéd, akkor ez a vita véget érne. Egyébként nem vita ez az egész, mert egy vitának úgy vannak keretei, vannak szabályai, az, ami itt ebből semmit nem látunk. Ugyebár? Neked ugye nagyon sokan panaszkodtak már arra, hogy neked nem lehet beszólni. Te nem fogadod el a korrekciót. Érted? Most nekem az volt a benyomásom, és nagyon örültem ennek, amikor ez történt, hogy elfogadtad, amikor ugye azt mondtad nekem, hogy nem fogod ezt a dolgot így izélni, ezt a nem fogod a laposföldeseket cikkizni, és ugye egy óvatlan pillanatban mégiscsak ez megtörtént. Ugye, és akkor ugye nyilvánvalóan hebegtél, habogtál egy picit nekem a WhatsApp üzenetben ez ügyben, meg minden. Yeah. Jó, tehát mondom, tehát ennek nagyon egyszerű lenne a megoldás ez ügyben. Zoli, fogadd el, térje meg, változtasd meg a gondolkodásmódot, ne okoskodjál, ha valamit nem értesz a Bibliából, nem tudod az adekvát választ, nyugodtan be lehet vallani, lehet azt mondani, hogy nem tudom, hogy miért mondja a Biblia azt, hogy a József megállította a napot, a holdat, és a napot és a holdat kvázi, vagy az ő parancsára, az ő szavára megálltak ezek, nem tudom, hogy miért van így, én azt gondoltam, hogy lehet, hogy nem így, nem úgy van, ahogy én ezt gondoltam, és kész. És akkor nincsen vita. És akkor már is megszűnik a vita. Tehát ne állítsál olyat, ami a Bibliával ellentétes. Ne magyarázz ki, ne magyarázz a Bibliába bele hülyeségeket. És nem lesz vita. Egyértelműen látszik, hogy annyi szélsőséges irányba elment egy olyan srác, aki tök értékes is lehetne. Azért láttátok, mi az aranyos volt. Egy olyan srác, aki tök értékes is lehetne. Tehát gyorsan kiüzél, hogy értékes voltam addig, amíg nem mentem el szélsőséges irányokba. Megismétlem. Ilyet mondani, hogy szélsőséges, gyerekek, ilyet akármelyik ilyen kommunista jellegű diktatúra, mint például a jelenlegi Egyesült Királyság, az ilyet tud mondani. És csak azzal, hogy azt mondják valamire, hogy szélsőséges, innentől ezzel démonizálni lehet. Gyerekek, hogyha ezt egy magát Biblia hívőnek valló, úgymond ember mondja, hogy annyilyen szélsőséges irányba elment meg minden, és ezt ő alkalmasnak tartja arra, hogy ezzel más valakit hiteltelenítsen. Gyerekek, itt el szeretném mondani, hogy az ilyen embernek a teljes világnézetét, a teljes teológiát le lehet húzni a klotyon. Értitek? Úgy, ahogy van. Ez a Rostás Zolinak a világnézete az a WC-be való. Így, ahogy mondom. Megmondom, mert aki ezt gondolja, hogy azt mondja egy másik ember, hogy szélsőséges, és ezért ezt az embert már le lehet írni, mert ő szélsőséges, meg mit tudom én, hát az egész Biblia szélsőséges úgy, ahogy van. Hát annyi szélsőséges dolog van a Bibliában, hogy ez nem igaz. Ugye most is volt ilyen, hogy ezért pont előtte néhány perccel, hogy ezt elindítottam volna ezt a felvételt, mondja Rostás Zoli, hogy az ő, nem ismerem Ac Marek Csabát, nem tudom, fogalmam sincs, hogy nem merek az ő személyével kapcsolatban semmit sem mondom, tényleg nem ismerem. Egyetlen prédikációt sem hallottam tőle. De azt rá hivatkozva mondja Rostás Zoli, hogy azt mondta neki, hogy az Istennek a parancsai azok mindig racionálisak. Hát ennél nagyobb hülyeséget keveset hallottam. Hogy az Isten parancsában mindig ott van a racionalitás. Ugye amikor azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy figyelj, áldozd már föl, légy ezt az egyetlen gyerekedet, akit szeretsz. Te Izsákot, akit szeretsz, áldozd föl azon a helyen, amit mutatok neked. Hát ez marha racionális volt, ugye? Ez marha racionális volt, amikor Isten azt mondta Mózesnek, figyelj, vedd le először is a sarudat, mert a hely, amin állsz, az szent. Ennek mi racionalitása van? Aztán azt mondja neki, hogy figyelj, ott van ez a izét, dobd el, kígyóval változik, Mózes elszalad előle, de azt mondja, menj szépen vissza, aztán fogd meg a farkát. Mi ebben a racionalitás? A Biblia tele van irracionális dolgokkal. Irracionális parancsaival Istennek. Tehát ilyet mondani, ez eszem áll meg. Komolyan. Szélsőséges irányba elment, már itt az ezer éves királysággal kapcsolatban, én már meg sem hallgatom ezeket. Már meg sem hallgatom ezeket, már az ezer éves királyság. Hát persze, de azt tudod, hogy szélsőséges irány. Anélkül, hogy meghallgatnád, de azt te tudod, hogy szélsőséges. Miért? Azért, mert a te Biblia ellenes világképeddel nem fér ez össze. Ezt bárki meg tudja csinálni, drága Zoli. Akár ez bármelyik hamis tanító képes, ez nem kunst. Vagy el sem, nem is engedem, hogy eljussanak hozzám, mert azt lehet látni, hogy az egyik... Tehát nem is engedem, hogy eljusson hozzám. Ugye? De azért a papírból fölolvasod, érted, azokat, amik a vágpontjaidat, amiket egyiket sem támasztasz alá.
Gratulálok, komolyan mondom. Ez egy jogvégzett embertől egy ilyet, komolyan mondom, nem csoda, hogy ilyen állapotban van egyébként ez. Tehát ilyen gondolkodású embereket kieresztenek jogi diplomával az izéből, jogi egyetemről, hát ezért tart itt a magyar igazságszolgáltatás szerintem. Meg általában nem csak a magyar, hanem általában úgymond a fejlett világban, mondjuk így, nagyon erősen idéző jelbetéve a fejlettet. Generálja a másokat, mert azt kell megérteni, hogy a földi életet nem vitatkozásra veszek. De itt megint az eszem áll meg, komolyan mondom. Tehát, hogy az egyik szélsőség generálja a másikat, meg mit tudom én. Hát ez egy ilyen dolog. Tehát amikor az van, hogy megnéz, elolvasod a jelenések könyvét, ugye ott is az egyik szélsőség generálta a másikat. Például. Ugye? Tele van abszolút irracionális és szélsőséges dolgokkal. A Biblia kijelentés, és amikor az ember megérti ezt, és elkezdi föltárul előtte az apokalipszosz, amikor ez föltárul az ember előtt, ott az egyik szélsőség generálja a másikat után, és az ember konkrétan megérti, hogy ez mit jelent. Mit jelent az, amit a jelenések könyve leír. És megérti ezeket a kijelentéseket a kezdettől fogva, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Ugye? És akkor szépen leír a teremtés könyve ennek a sorrendjét, ugyebár? Először is írja, hogy a Föld. És akkor még nem volt sehol, ugye azt mondja, hogy a Nap például, meg a Hold. Ugye? Hogy van ez? Ugye? Ugye? És akkor az egyik szélsőség generálta a másikat, hogy a Teremtő az megteremtette a Földet. Egyik szélsőségből esett a másikba. Ugye? Ilyen szélsőségeseket mondott, hogy azt mondja, hogy legyen egy boltozat a vizek között, ami elválaszt a boltozat felett levő vizeket a boltozat alatt levő vizektől. Igen, és aztán ezt elnevezte egeknek, ugye? És azután következő nap meg azt mondta, hogy gyűjjenek össze a boltozat alatt levő vizek egy helyre, hogy meglátszék a száraz, és az összegyűlt vizeket azokat tengernek nevezte el. Amiből az következik, hogy a boltozat felett levő vizek továbbra is ott vannak. És azok ugyanolyan víz, mint a boltozat alatt levő vizek valószínűleg. Ugyanúgy víz. Ugye? És akkor még ennél tovább ment, még mindenféle más szélsőséges dolgot csinált ezután, még azt is csinált utána, hogy utána ebbe a vízzel választó boltozatba belerakott ilyen világító testeket, mint a Napot meg a Holdat. Ugye? De milyen szélsőséges dolog volt már ez? Pedig az igazából nem így van, mint az, mi azt tudjuk, ugye bár. Mert a Nap az tőlünk 150 millió kilométerre van igazából, egy izzó tűzgömb, ugye bár, és nincs semmiféle boltozat. De lenne boltozat, az kitakarná a Napot, ugye bár? Ugye? De még a NASA is be van, ugye van a Van Allen Belt, ugyebár, az egy ilyen radioaktív, olyan, amin élő izé nem tud átjutni, és az minden elektronikát tönkretesz. Ugye? De azért ezen átment, és azóta is megy át mindenféle rakéta természetesen, ugye? Pull your crap together. Ezt tudnám neked mondani, drága Zoli. Gondold végig, hogy mibe hiszel. És utána üljél oda a mikrofon mögé okoskodni, és akkor talán nem fogod az Istennek a beszédét kiforgatni. Nekedésre kaptuk, hanem arra kaptuk, hogy az Istenhez közelebb kerüljünk. És ugye nagyon sokszor Dávid is összekeveri azt. Figyelj ide, Zoli, Istenhez akkor tudunk közel kerülni, hogyha megalázzuk magunkat, ugye? Az Isten a kevélyeknek ellenáll, az olyan embereknek, mint te, Isten ellenáll. Az alázatosoknak ad kegyelmet. És nem veszekedéssel kell tölteni, hanem az igazság keresésével. Az Isten igéje az igazság. Jézus is maga ezt megmondta, hogy szenteld meg őket a te igéddel. A te igéd igazság. Most ezt az Istennek az igéjét hazudtolod itt most meg, ebben a videódban. Hogy fogod te egy Istent megismerni? Nem az a kérdés, hogy veszekszel-e vagy sem, hanem az, hogy milyen Istenhez. Ahhoz a Jézushoz, meg ahhoz az Istenhez akarod te az embereket vezetni, aki a Bibliának az Istene, vagy nem? Mert idáig nem nagyon csináltál jó munkát ez ügyben. De hát mindenki felemeli a szavát. Igen, felemelem a szavam a hamis proféta ellen, felemelem a szavam a hamis tanító ellen, ezek ellen mind felemelem a szavamat, de nem a hamis tanító miatt csak, hanem azok miatt, akiket elhitett vele. És én pedig az Isten igéje szerint élve törekszem. Igen, tehát Zoli, értem akkor. Tehát ez úgy van, hogy te felemeled a szavadat, az hamis proféta, meg a hamis tanító ellen, én viszont becsmérlek mindenki mást, aki velem nincsen azonos véleménye. Világos. Tehát ez így működik. A Rossár Zoli az felemeli a szavát, igen, a hamis tanító ellen, az uzoni Dávid az pedig becsmérli azokat, akik önzetlenül és minden önös cél nélkül őneki segítenek. Ugye? Te veled is tárgyaltam neki, melyik a hámori, vagy melyik, ugye? És leültél vele basszus tárgyalni.
És ugye akkor elzavartod, amikor hallottad, hogy ezért nagyon helyesen, hogy ő be akar téged csatornázni. Nem csináltam én se semmi mást. Ugyanezt csináltam, amikor engem rájöttem arra, hogy mindenféle emberek, mint az egyik nagy haverod, megpróbált engem becsatornázni, és megmondani nekem, hogy miről szabad beszélnem, és miről nem, akkor azt mondtam, akkor letiltottam őket. Semmi más nem csináltam, mint te. Az egyetlen lényeges különbség kettőnk között ez ügyben az az, hogy én ezt a Biblia alapján csinálom, mert a Bibliához akarok hűséges maradni, és konzekvens maradni, te pedig a saját hülyeségeidhez. Nem hibátlanul, de törekszem azt, amit az Isten a szívemre helyez elmondani. És óriási, tehát összemosni a... Itt van egy olyan probléma, az, hogy nyilvánvalóan írja a Biblia, hogy kórosabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Tehát az, hogy kihelyezi a te szívedre, én ebben nem lennék ennyire biztos, mert valaki oda helyezi, de ez egy óriási kérdés, hogy kicsoda. Ugye? Én nem vagyok, tehát ez, hogy az Isten szólt meg minden, érted, ezt többször mondtad korábban, az Ülök és Mesélek sorozatban is mondtál egyszer, hogy az Isten szólt neked, meg mit tudom én, aztán közben meg mások ugye elmondják, mert Csonka Karesz, hogy igazából ő nyaggatott már régóta, hogy gyere ki, állj fel, hagyd ott, stb. Aztán lehet, hogy közben az Isten is szólt neked, meg mit tudom én, csak érted, én nem biztos, hogy ezt így bemondásra, ezt így feltétlenül elfogadom, különösen ezek után, amikor az Isten írott szavát megmásítod, és kimagyarázod, és meghazudtolod, akkor honnan tudhatjuk mi azt, hogy amit hallasz te hangot, az valójában az Istentől jön? Én nem lennék annyira biztos ellen. Kettőt, hogy ugyanaz az egyik, mint a másik, hogyha én megmondhatom a hamis tanítónak, akkor ő is megmondhatja. Nem ugyanaz a lelkülete a kettőnek. Figyelj ide, Zoli, a lelkület az egy szubjektív dolog. Az Istennek a beszéde az pedig objektív. Jó? Maradjunk ennyiben, és ezt talán nem szorul további magyarázni. Nem mondtam azt, hogy a hamis tanító, ha megtér, nem üdvözülhet. A hamis proféta, ha megtér, nem üdvözülhet. Tehát én nem jelentek őt. Én sem mondtam ilyet. És sőt, még a hídgyülekezete vezető lelkészével kapcsolatban is azt mondtam, hogy ha nem tér meg, és ez így megy tovább, akkor ő biztos, hogy nem fog üdvözülni. És ezt nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert ezt a Biblia mondja. És most ezek után, amit te itt mondtál, elmondanám neked, hogy te is valószínűleg elveszted, és ezt nem én döntöm el nyilvánvalóan, de az alapján, amit itt csináltál, az alapján kimerem jelenteni, hogy most jelen állapotban te elbuktad, minimum legkésőbb most, elbuktad a belépőjegyet az Új Jeruzsálembe, ugyanis azt írja, hogy nem megy be oda senki, aki szeret és szólja a hazugságot. És te itt elmagyaráztad, hogy igazából nem az történt, ami a Bibliában le van írva, hanem oda Isten lejött, és oda belépett az örökké valóság. És még saját magadnak is ellentmondtál az ügyben, hogy most az idő megállt-e vagy sem. Közben meg a Biblia világosan elmondja azt, hogy a nap megállt, vesztegelt az ég közepén egy teljes napig, majdnem egy teljes napig. Ezt írja a Biblia, ezt te meghazudtoltad, kész, ennyi. Innentől hazugságot szóltál nyilvánosan, az Istennek a szóvivőjének úgymond, vagy az ő beszédének, a magyarázójának a tekintélyével fellépve. Ez nem játék, Zoli. Tehát, hogy azért, mert valaki a számízlésének, a viszkető fülemnek szerint nem úgy él, akkor elveszti az idősségét. Tehát itt ezek az emberek mindig belecsüppen. Ez megint rendkívül inkorrekt, ez megint egy olyas valamit úgymond sejtett cicc, ami rám abszolút nem igaz. Én eddig is, és ezután is, hogy az Úr kegyelmet ad erre, hogyha engem valaki Biblia alapján korrigál, akkor azt elfogadtam, és remélhetőleg el is fogom fogadni. Te viszont nem. Te erről nagyon-nagyon híres vagy, hogy nem lehet neked beszólni. Jó? Ennek abba a hibába, hogy üdvösségeket kezdenek el osztogatni, embereket kezdenek el lebecsmérelni. Egyetlen egy hamis profétát, hamis tanítót, apostolt nem becsméreltem személyében, nem becsméreltem családjában, becsméreltem, hanem egyszerűen a szolgálatát ítéltem meg. Nem tudom, hogy ez itt mennyiben releváns. Szeretnék egy izét arra, hogy mikor becsméreltem személyében vagy családjában, becsméreltem valakit. Oké? Meg gondolom, ez itt az implikáció. Na, mutasd meg, magyarázd el. De ugye te engem nem kísérsz figyelemmel, meg fogalma sincs, hogy mit csinálok, hanem csak a csinovnyiknyaidtól jut valószínűleg el hozzád az info. Úgymond, gyanítom. Ugye ez a süket telefon. Hát tájékozódjál az ügyben, hogy miket állítok, meg mit tudom, és amikor van valami konkrétum, amit megtalálod, hogy valakit becsmérlek, meg a családját becsmérlem, meg a személyét becsmérlem, meg én nem tudom micsoda, akkor azt szeretném, hogyha arra rámutatnád. De egyébként ez is rendkívül szubjektív, mert ugye Jézus mit csinált a farizeusokkal, meg az írástudókkal? Azt is simán lehet becsmérlésnek nevezni. Hát amikor valaki viperának nevez valakit, meg disznóknak, meg kutyáknak, érted? Hát Jézus ezt mondta, hogy ne hányjátok a gyönyéiteket a disznók elé. Hogy meg ne tapossák őket, aztán ellenetek fordulva meg ne szaggassanak titeket. Ugye?
Másik nyújt a szimplicite ott úgy, ahogy van, lekutyázott. Jézus, ugye? Keresztelő János is, meg Jézus is elmondta, hogy kígyók, viperák fajzatai. Mi módon kerülhetitek el a gyerna büntetését? Így föltett a költői kérdést. Érted? A Keresztelő János, aki nem volt Isten, az mégis. Ugye? Miért jöttetek ide azért, hogy megmeneküljetek azértől? Ki intett meg titeket? Ugye? Tehát megmondta nekik, hogy ti mentek oda arra fel, és nem fogok nektek abba segíteni, hogy elkerüljétek azért a gyerna büntetését. Ezt így Keresztelő János. Pedig az nem volt az nem volt Jézus, nem volt Isten. De vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen megnézed, hogy merre megy, mit csinál, miket beszél, hogyan viselkedik, stb. Stb. És ezt ki lehet jelenteni, nem annyira bonyolult. It's no rocket science. És ha pedig ebben nem ütünk dülőre, akkor majd az Isten tesz erről bizonságot, vagy nem, csak akkor már késő lesz. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ez ellen csak úgy lehet védekezni, hogyha az ember egyszerűen nem megy bele a felesleges és értelmetlen világba, vitákba. Ez így van megírva. A felesleges. Akkor miért beszéltél ellene, meg miért beszélsz rólam? Mondd meg, miért? Valaki kérdezett téged, föltett egy konkrét kérdést, adtál egy a borzalmasan rossz választ, és közben meg ugye meg engem is itt tárgyalsz kifelé. És közben elmondod, hogy igazából nem szeretnéd, stb., de mégis ez történik. Ugye, akkor miért beszélsz erről? Nem vitázni kell, Zoli, hanem megtalálni az igazságot. És hogyha vita az érzelmek, meg a másik, meg szalmabáb érvelés, meg a másik szavainak a kiforgatása, meg ilyen szekunder információknak hangoztatásából áll, akkor természetesen az nem fog sehova se vezetni. És ez igazából nem is vita, ugye? Hanem ez a másiknak úgymond megpróbálni a másikat úgymond kellemetlen helyzetbe hozni, úgymond közönség előtt, ugye? Ez nem kunst, ez nem vita. Tehát ez nem az, hogy nem értelmetlen vita, az egyáltalán nem is vita. De mondom, tehát volt már egy ilyen vita, fölhívom a figyelmedet, a Dean Odell, Pastor Dean Odell és a Pastor Greg Locke, aki azon aközben már apostollá minősült, ezek között, ahol a gömbföldes pásztor, a te elfbarátod, ugye, aki a hamisan úgynevezett tudománynak hisz az Isten igéje ellenében, az ráhívta a vita végén, az által elvesztett vita végén, ráhívta a Biblia kozmológiában hívő és ezt propagáló pásztorra és az ő követőire a rendőrséget, akiket kirúgott a gyülekezetéből azért, mert ők ezt nem fogadták el, tehát azért, mert ők a Bibliát fogadták el, nem pedig az ő hülyeségeit. Ezeket kitessékelt a gyülekezetből, ezek kimentek, de a biztonság kedvéért még kihívta rájuk a rendőrséget, és ott álltak a villogó, hogy hívják a rendőrautók kint, mikor hogy ezek az emberek kimentek a gyülekezetből. Na erről ennyi, drága Zoli, jó? Ezek a te barátaid, ezekkel vagy te egy platformon, és nem véletlen, hogy ugyanolyan őszintétlen és ugyanolyan korrupt módon állsz hozzá a Bibliának az igazságához, mint Amaz. És értelmetlen vitákat került. Az pedig, hogy minden egyes dologra, ami vélt vagy valós, találsz magad mellé 500 olyan embert, aki ebben hisz és bátorít. Pontosan talán Dávidnak ez a tragédiája, hogy rengeteg ember bátorította és buzdította, hogy ő tulajdonképpen, akik otthon lapulnak az ostobábbnál ostobább gondolataikkal, azok a Na ez figyelj, na ez micsoda, Zoli? Na ez micsoda? Otthon lapulnak az ostobábbnál ostobább gondolataikkal, és akkor te mondod nekem azt, hogy én becsmérlek másokat? Te meg nem? Kapjál már ezt fejedhez, ember? Mi a francot csinálsz te itt? Hogy otthon lapulnak az ostobábbnál ostobább gondolataikkal, és akkor ezek adják alám a lovat. Mondod te ezt, és hogy ez az én tragédiám. Hát figyelj ide, ez becsmérlésnek nevezni, hát figyelj, minimum ugyanolyan, hogy mondjam, minimum ugyanolyan gáz, amiket mondasz, így mond objektíven mérve. Érted, mint amit én, amikor néha eldurran az agyam, és azt mondom, hogy ezek a retardáltak, meg én nem tudom micsoda. Érted? De akkor név nélkül mondom. Ugye? És most te is itt azt hiányolod ezeknél az embereknél, hogy név nélkül. Ugye később mindjárt mondani fogod, ugye? És tisztelet a kivételnek természetesen. A legnagyobb részeknek ezek az embereknek névvel. De akkor elmondanám azt, már kicsit előre szaladok, hogy a kérdések a hídgyülekezeti csoportbanak az adminja, az alapítója, meg az adminja, az ugyanúgy név nélküli. Én a mai napig nem tudom, hogy ő kicsoda. Mai napig nem tudom. A te nagy barátod, meg a Kós Zoli az egyszer összeveszekedtek azon, hogy az egy egyáltalán férfi vagy nő. Így, ahogy mondom. Érted?
Csak hogy értsed, akkor tudjad, úgyhogy ne izé, és nyugodtan egy kérdések a hídgyülekezetére csoport, ott is alapvetően a, hogy hívják, ennek a gömbföldes izének adnak teret. Tehát ott például ez a laposföld kérdés, az kezdetektől fogva meg volt tiltva. És én azért is csináltam azért a YouTube csatornát, mert láttam azt, hogy ez egy ilyen groupthinkes csoport, és itt a csoport megosztásátnak irányuló, hogy kísérletnek tekintik úgymond a lapos kérdést egyáltalán, és ennek a felvetését. Én erről viszont szerettem volna beszélni, mert én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és az egyik legfontosabb dolognak tartom az ügyben, hogy az ember megértse azt, hogy ez egy... hogy milyen világban élünk, és miért ilyen a világ, amilyen, és hogy például a hídgyülekezetnek a vezető lelkész az milyen körökben mozog, és milyen körökben, körök csatornázták őt le, és ehhez ezt meg kell érteni, hogy ez az egész egy szabadkőves összeesküvés, és ez egy komplett rendszer. Tehát ez nem egy izé, ez nem csak egy arca van ennek a dolognak, hogy vallásos átverés, meg piramis rendszer, meg ilyesmi, hanem ezen is sokkal mélyebb, és sokkal súlyosabb, és sokkal összetettebb, sokkal több, hogy mondjam, részből áll. Dávidot stumfolják, meg húzzák fel, hogy ő képviselje ezt, és mögé bújva, mindenféle álnevek mögé, tisztelet a kivételnek bújnak el, mert szinte szócsövükként használják. De drága testvéreim, az igében van egy alapvető dolog. Én nem azért szolgálok, hogy bármelyikötöknek, akik hallgatjátok, megfeleljetek. Megfeleljek, mert inkább kell az Istennek engedelmeskedni, mint embereknek megfeleljek. Na jó, drága Zolim, erre inkább én azt mondanám, hogy na, inkább ezzel nem dicsekednék, komolyan mondom. Tehát amit itt lezavartál most, hogy inkább az Istennek kell megfelelni, mint embereknek, és közben pedig egy olyan, hogy hívják ott véc, egy olyan világnézetet véc, úgymond, ami a sátánisták, okkultisták, nácik, és szabadkőművesek tákolták össze. Na érted, tudod mit? Menj a izébe ezzel a hülyeséggel, hogy inkább Istennek kell engedni, basszus kulcs. Hát pontosan itt az imént kimagyarázta, teljesen érvénytelenné tetted úgymond az Istennek a szavát a saját magyarázatodba, és egyébként meg egy olyan világnézetet védelmezel, amelyet mondom, egy köztudott, hát jó, nem tartozol ebbe bele, de akik ezzel foglalkoztok, azok mind tudják. Jack Parsons, Aleister Crowley, a Wernher von Braun, Walt Disney, ki volt még ott? Csak csupa ilyen emberek hozták össze a NASA-t annak idején. Ezek az emberek mindegyike külön-külön is vállalhatatlan, de így együtt, meg aztán abszolút. Erre mondja az írás azt, hogy ha bűnös látsz, vagy gonosz látsz, akkor mellé adod magadat. És ezt teszed én is, hallgassak? Zoli, nem csak úgy lehet gonosz ember mellé adni magadat, hogy a kecskés fiú mellé adott te magadat, aki egy rágalmazó, egy rendkívül bosszúálló, aljas, pitiáner és rágalmazó ember, aki az emberek háta mögött áldozott, egy háta mögött rágalmazza meg őket a legnagyobb a idején, de még ilyen szinten is rágalmazók mellé, vagy hazugok és bűnösök mellé adod magadat. Amikor sátánista, náci, hogy hívják, homoszexuális, már elnézést kérek, valószínűleg ezt nem tudhatom biztosan, de állítólag az volt az egyikük, okkultista, szabadkőműves, stb. Ilyen emberek által beröfentett, bibliaellenes, istenellenes, Isten meghazudtoló, Isten szavát meghazudtoló világ nézetet védelmezel az Istennek a szavával szemben. Lenni, vagy embereknek, emberek tetszését elnyerni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy rengeteg ilyen lesz az idők végén. Tehát ez csak az egyik. Tehát hemzseg ma már a végidők az ilyentől. Én azt gondolom, hogy ez mind arra jó, hogy a lényegről, a valóságról, az igaz... Pillanat. Jó van, még megy. Oké, elnézést, csak azt hittem, hogy itt közben megállt, de úgy látszik, akkor még ez megy. Ha jól látom. Jó. Jaj, oké. Igen, tehát arra jó, csak hogy elterelje a figyelmet. Mert a figyelem ugye az, hogy nekem a Biblia magyarázó műsoremet meg kell nézni, miközben én magam úgy, ahogy van, egyébként kimagyarázom a Bibliát, és gyakorlatilag elmagyarázom, hogy a Biblia miért nem az, ami. És miért nem kell a szó szerint venni, és elfogadni, ami a Bibliában van. Az igazságról, az őszinte megtérésről teljesen, teljesen leveszi a figyelmet. Úgyhogy én arra bátorítalak benneteket, hogy kerüljétek ezeket az értelmetlen és felesleges vitákat. Nagyon köszönöm, hogy együtt lehettünk. Szeptember 3-án indul már 2 heti rendszerességgel a...
Oké, hát akkor ennyi volt. Köszöntöm szépen, hogy meghallgattatok. Ezt csak szerettem volna elvarni, csak hogy világos legyen számotokra. Ne, én viszont a rostázóval szemben arra szeretnék buzdítani benneteket, ne hagyjátok az ilyen kapuőröktől meg zavarni magatokat. Ez egy ugyanolyan tekintély, úgymond egy ugyanolyan tekintély, mint a Németh Sándor volt annak idén, aki elmagyarázza, aki mikrofon és egy szószék mögött áll, és onnan magyarázza el. Nem az a legfontosabb probléma a Németh Sándorral, az úr takarítsa el, hogy tizedet szed, hanem a legfontosabb probléma az, hogy hazudott az embereknek. Ugye? És kompletten elkimosta az agyukat. És ez itt a probléma, hogy ezt kell megérteni, hogy ez a szabadkönyves hazugság, aminek a heliocentrikus kozmológia, ami gyakorlatilag úgy, ahogy van, alapjában, hogy mondjam, falszifikálja úgymond a bibliai teremtésnek a történetét, és teszi nevetség tárgyává mindazokat, közröhely tárgyává mindazokat, akik ezt elhiszik, ez sokkal-sokkal fontosabb és nagyobb volumenű kérdés, mint az, hogy te tizedet fizetsz egy önmagát Isten emberének kikiáltó szélhámosnak. Jó? Tehát ezt nem lehet megérteni amaszt, és nem lehet azt kontextusában ez utóbbit kezelni, anélkül, hogy a nagyobb képet ne látnád, és ne értenéd meg. Jó? Na, így szerettem volna mondani, remélem, hogy sikerült nagyjából érthetően ezt így megfogalmazni és elmondani. Minden jót nektek, köszönöm szépen.